Főtisztelendő paptestvérek, tisztelt polgármester úr, kedves bérmálkozók, képviselő testületi tagok, akik esküdtettek, Krisztusban szeretett testvéreim! Annyi mindent végzünk ebben a szentmisében, hogy talán összefoglalóan az a zsoltár illik ide ebbe az ünnepi órába, amelyet énekeltünk az olvasmány is, Szent Leszke között, az Úr megmutatta dicsőségét a nemzetek előtt. És utána pedig azt mondja a zsoltáros, hogy minden földek Isten dicsérjétek. Ez a zsoltár még az Ószövetségben íródott, ők várták az eljövendő Mesiásnak az eljövetelét, és ahogy kibontakozott az üdvösség története, benne van a szóban is, hogy története, az 2000 évre nyúlik vissza Jézus előtti időkre, és ahogy ők megélik a történelmük folyamán, hogy megmenekülnek, velük van az Úr, ez számukra az Isten dicsősége. De kellett valami foghatóság is számukra, és ezért megengedte az Úr, hogy építsenek templomot. Építettek, csodálatos volt, a világ minden részében már elterjedt a híre, és elmentek az zarándokok, hogy lássák a templom szépségét, azon keresztül az Isten dicsőségét, csak hogy ez a templom a babiloni fogságban és a babiloni támadás alatt teljesen elpusztult. Visszatérve 70 év után elkezdik építeni a templomot, és Aggeus próféta által, akinek írását a Zsolozsmában ma is olvashattuk, azt mondja az Isten, építsétek újjá templomot, és én ott megmutatom a dicsőségemet, mert ez a templom szebb lesz, mint az előző volt, és nagyobb dolgok történnek majd benne, hiszen itt arról van szó, hogy azt a templomot már maga az Úr Jézus is látta. És éppen ezért az Isten dicsősége még inkább kinyilvánult a nemzetek előtt. Az Új Szövetségben a templom egy újfajta jelentéssel, hogy Jézus Krisztus lesz templommá, és ott van a templom, ahol ő megjelenik szentségi formában, akkor itt mondhatjuk, hogy itt is az Isten dicsőségéről van szó, hiszen ebben a szentmisében és annak keretében a megújtott templom tetőt is megáldottuk, a 90 éves feszületet, az új keresztutat, ami szorosan kapcsolatban van az Isten új szövetségi dicsőségével. Ugyanis a keresztút és a kereszt éppen annak a kinyilvánulása, hogy Jézus Krisztus Isten végtelen szeretetéről tanúságot téve odaadja az életét, de nem végződik a halálban, hanem föltámad, és a föltámadás által az Isten bizonyítja, hogy véglegesen fia ő, mármint Jézus Krisztus, és azt is, hogy az Isten dicsősége egy egészen új formát ölt, mert most már nem csupán az épületekben, hanem az Isten nagy tettei által is kinyilvánult, hogy ő a mindenségnek az Ura, és ő üdvösséget készít számunkra. És amit utána mond a zsoltáros, hogy ezt ti zengjétek el, sőt hozzáteszi azt, hogy minden földek Isten dicsérjétek, szép magyar ének földolgozása is van ennek a zsoltárnak, és itt kapcsolódik ahhoz a tényhez, amit mi itten még a templomon belül is végzünk,
Egyrészt a képviselőtestületi tagok letették a fogadalmukat, hogy nemcsak hogy segítségére lesznek a plébánosnak és az egyházközségnek, hanem igaz tanúivá akarnak az emberek előtt válni Jézus Krisztusnak, a bérmálkozók pedig a nagykorúság szentségében a Szentlélek ajándékaival, aminek verses földolgozását hallhattuk, annak segítségével tanúi akarnak lenni az Isten nagy tetteinek és dicsőségének. Mert nagyobb dicsősége nincs az Istennek, mondják az egyházatyák, mint maga az élő ember. Maga az ember is már önmagában csoda, ahogy mi vagyunk, ahogy beszélünk, ahogy gondolkodunk, ahogy egyáltalán a világban élünk, ez önmagában is már az Isten dicsősége. Nem véletlenül mondják a teremtés koronájának az embert, holott ugyanakkor sok esendősége is van, de ennek az embernek nagy hivatást adott, hogy Isten képe legyen, és a krisztusi tanítást, a Krisztus életművének a hirdetését rábízta az emberre. Az utolsó nagy parancsolata pontosan ez, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Mi az evangélium? Rövid lényege, ha össze kellene foglalni, hát az, hogy van bűnbocsánat az ember számára, és van örök élet. És ezt Jézus Krisztus hozta el számunkra, és ez az üdvösségnek, azaz az evangéliumnak a foglalata, amelyet mind a képviselőtestületi tagok, mind a bérmálkozók is küldetésként kapnak. Kaptak meghívást, kapnak küldetést, hogy tanúivá legyenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak. Hála Istennek, hogy fölállhatott itt Mélykúton a katolikus iskola, és hát ugye Szent Tamás nevéről lett elnevezve, aki egy darabig megingott, de utána pedig vértanújává lett Jézusnak. Na most az ő élete is éppen arra jó példa, hogy az ember, a keresztény ember hitében nem vakon hisz, hanem keresi annak az értelmét is, értelemszerű meghódolás is, és ugyanakkor a megbizonyosodás után pedig teljes szívvel és lélekkel hirdeti, hogy Jézus Krisztus elhozta nekünk az üdvösséget, és övé legyen a dicsőség. Ez a mi nagy ünneplésünk a mai napon, hálatel szívvel és lélekkel, ahogy hallhattuk az evangélium mai példázatából, mert az egy egyszeri esemény volt, a leprásnak a meggyógyítása, de általánossá lesz azáltal, hogyha valaki hálás lelkülettel él egész életében az Isten iránt. És ennek a hálának a legszebb kifejezése maga a Szent Mise, hiszen nevében is benne van, hogy Eukarisztia, azaz háladás. Van tehát miért hálát adnunk, van mit ünnepelnünk ebben az órában, a 300 éves Mélykút most már városában, és ugyanakkor van feladatunk is, hirdessétek Isten dicsőségét a nemzetek között. Ott, ahol élünk, ott, ahol vagyunk, szavunkkal, tetteinkkel, jó példánk által legyünk tanúi a mai világban az Isten dicsőségének. Nekünk azt kell elsődlegesen hirdetni. A mai világ a sztárokra teszi sokszor a dicsőséges bélyegzőt, és azoknak a dicsőségét hirdeti mindenféle sztároknak, akik aztán sokszor bebizonyosodik róluk, hogy igen-igen gyarló emberek, sokszor csak a pénz motiválja őket,
aki az Isten dicsőségét hirdeti, az soha nem vall szégyent, és önmaga is felemelkedik, mert az Istennek nincs szüksége arra, hogy mi őt dicsőítsük. Ő annélkül is teljes, tökéletes és Isten. Nekünk van rá szükségünk, hogy fölemelkedjünk általa, amikor az Isten dicsőítjük, mert emberségünket is fölemeli. Éppen az, hogy őt, az egyedül és igaz Isten dicsőítjük. Így vegyünk részt ezen a Szentmisén, és amelyben én a bérmálkozókért, képviselőtestületi tagokért és a templom jótevőjért imádkozom, értük ajánlva fel a Szentmisét, azt kérve számukra, hogy a jó tetteik által erősödjenek meg, ígéretükhöz és fogadalmukhoz kapjanak isteni kegyelmet, segítséget, hogy az Isten dicsőségét ne szűnjék meg, szűnjenek meg hirdetni egész életükön át. Amen.